A népszerűség bizonyos sportolóknál, mi több sportembereknél nem múlandó. Akkor sem, ha már nincsenek reflektorfényben, befejezték pályafutásukat. Erdei Zsolt szekszári bemutató edzése a minap lezajlott küzdősport expón az ökölvívástól távoli embereket is vonzott. Nem csak az ismertség, a világbajnoki címek miatt, hanem Zsoltból áradó szeretet, őszinteség, a kisemberekhez való empatikus viszonyulás alapján. Így volt ez Szekszárdon is, ahol a boxot nem is mint sportágat, hanem mint mozgásformát népszerűsítette, nem csak a kisgyerekek, kislányok, hanem a hétköznapi emberek számára is, akiket be is vont a sportág ABC-jét oktató egyórás programba. Meg kell mutatni a nagy közönségnek, hogy ez a sport miből is áll, hogy nem egy durva sport igazából. Persze ez most lehet, hogy butaság volt, mert azért csak durva, mert itt azért arra megy ki a játék, hogy egymást megütjük. De igazából, ha azt veszük, hogy a többi sportág milyen, ott is mennek a küzdelmek, ott is mennek a harcok. Ott viszont úgy kapja az ember alattomos módon az ütéseket, mondjuk egy vízilabdában, egy kézilabdában, vagy egy futballban, és még sorolhatnám a többi sportágat, amikor nem számít rá. Itt viszont mi fel vagyunk vértezve, mi megtanulunk kellene védekezni. Arról nem is beszélve, hogy az, aki gyerekkorától kezdve egy ilyen nevelést kap, és lemegy egy edzőterembe, ahol tiszteletet, alázatot tanul, és szorgalmasan, becsülettel edzés készül, de nem feltétlenül lesz világbajnok, vagy nem lesz kiemelkedő, vagy nem fog tudni kirobbanni. Ettől függetlenül egy olyan alapot kap az életbe, én azt gondolom, ami azért megalapozhatja az ő jövőjét abból a szempontból, hogy az élet viharos tengerén jobban megállja majd a helyét. Erdei Zsolt saját klubja, a Madárfészek, gyűjtőhelye azoknak a gyerekeknek, akik, fogalmazunk úgy, egészséges mentális fejlődésük okán nem jó helyre születtek. Akiket a sporton, az ökölvíváson és az ő példáján keresztül is szeretné megmenteni a társadalom számára elsősorban. Ha ez sikerül, példákat lehet majd felsorolni, ugyanúgy örülni fog neki, mint a Magyar Ökölvívó Szövetség szakmai alelnökeként annak, ha újra lesznek eredmények a nehéz helyzetben levő versenyzők hiányától szenvedő magyar amatőr ökölvívásban. Hál' Istennek az elnökségi tagok között valóban vannak olyanok, akik bőkezően adakoznak, és mondom, a kormánytámogatással kiegészítve, illetve a kormánytámogatást kiegészítve, azt gondolom, hogy így azért elég jól el lehet lavírozni. Természetesen mindenhol lesznek hiányok, mindenhol lehetne még többet fejleszteni, de hál' Istennek azt mondom, hogy ugyancsak a kormány jóvoltából vannak létesítményfejlesztési támogatások is. És amennyiben egy-egy kisebb egyesület is, akár milyen vidékre megyünk, akár Makóra, Hódmezővásárhelyre, Kecskemét, Szeged, tehát bármilyen várost mondhatnék. Ahhoz, hogy jöjjenek és maradjanak a sportággal szimpatizáló új generációk, kellenének bizony az új kótaik, harcsák, hova tovább balzsaik, kokók és persze erdeik. Most ott tartunk éppen, megeshet, hogy egy magyar ökölvívó sem jut ki a nyári tokiói olimpiára. Noha 3 évvel ezelőtt, már az erdei érában, megkaptak mindent támogatást a válogatottak. Az ökölvívás nem éppen a felfelé ívelő ágon van, de viszont innen már csak felfelé vezethet az út. Megragadtunk minden egyes lehetőséget, amit csak lehetett. Kicsikartunk a szövetségből külföldi edzőtáborokat, Üzbegisztánban, Kazasztánban, Kubában voltak a srácok edzőtáborban. Jött nekik egy külföldi kazak edző, aki irányítja az edzésüket. Tehát tulajdonképpen így az utolsó utáni pillanatban még megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy legyen olimpiai indulónk, és hát bízom benne, hogy azért ennek lesz majd látszatja, és valóban lesznek majd az olimpián résztvevő versenyzőink, mert most már tényleg sokan azért aggódnak, hogy akár nem lesznek. Én ettől függetlenül nyilván nagyon optimistán állok ehhez az egészhez. A csapatban benne van 2 kvóta, én azt gondolom. Ökölvívásban a tokiói olimpiára való kijutásért zajló kvalifikációs versenyek márciusban és áprilisban az egyik Londonban zajlanak.